távozik Zoltán atyakistenekről. Őt kérdeztük az itt töltött időről és jövőbeli terveiről. Kisteleken Kovács Zoltán atyapályafutása itt most véget fog érni a közeljövőben. Úgy néz ki, hogy Rómába folytatódik az életed. Hogyha egy kicsit visszatekerjük az időt, kezdjük az elején, hogy jött az életedbe Kistelek annak idején? Amikor elkezdtem készülni így a papi hivatásra, 5 évig szemináriumba jártam. Ekkor még nem voltam felszentelt pap, tanultam, készültem, hogy ez a nekem való pálya, tényleg, hogy a Jóisten erre hívott-e, és amikor felszenteltek, akkor ez már úgymond lezárult bennem, és a felszentelés után, amikor már valakit pappá szentelnek, akkor a püspök dönt, hogy melyek azok a szabad plébániák, ahol sok a feladat, ahol szükség van extra erő kifejtésre, és általában egy fiatalt egy ilyen plébániára szokott küldeni a püspök fiatal papokat. És mivel akkor Kisteleken volt úgymond egy üresedés, a Nagy Tibor atya, őt váltottam, nos, ezért kellett ide kerüljek, és itt volt ám most szükség az egyházmegyének. Tehát a püspökök mindig így a nagy képet látják, és éppen ezért így határoztak. De általában még a fiatal papok szoktak Gyulára vagy Békés Csabára kerülni, de nekem hál' Istennek Kistelek jutott, és én szerettem is itt lenni, tehát én hálás voltam ezért a döntésért. Most, hogy elhagyott Kisteleket, milyen irányba vezet az utad? Püspök atya döntése szerint most egy ideig tovább tanulás fog következni, ami azt jelenti, hogy egy akadémiai szintet szerzünk még a meglévő teológiai diploma fölé. Ez arra képesít, hogy a jövőben akár egyetemen vagy főiskolán oktathasson az ember a jövő papjait, a jövő hittantanárjait például, vagy arra képesít, hogy egy mélyebb látásmódot szerezzek még egy adott szakterületen. Hát általában erről szokott szólni a továbbtanulás, illetve egyúttal természetesen egy ilyen, mivel Rómában történik ez a továbbtanulás, ösztöndíjasként, ezért ott a Rómában azt a fajta világegyházi illatot megérzi az ember, hogy oda összejönnek akár Amerikából, Indiából, Afrikából papok tanulni, és egy nagyon, úgymond, nemzetközi közegben, de mégis egy egyházias, az egyház központjában, szívében fogok tudni tanulni. Kisteleken igazából egy picit talán lehet azt mondani, hogy a fiatalosítás vonalát vittétek együtt a többi paptársaddal. Erre jó például zenés imaestek, amik ezentúl gondolom elmaradnak majd, de személyes kedvencem például a minisztráns rep, ami abszolút iskola példája, hogy az egyház próbál nyitni a fiatalok felé. Ezt továbbra is így képzeled el majd? Természetesen önmagamat viszem ugye Rómába is, és ezt a fiatalosítást úgymond nem is tudom másképp csinálni, hisz én magam is fiatal vagyok, tehát hogy ebben nőttem föl, ezek a úgymond kommunikációs formák, amelyeket én is ismerek, én is szeretek, én is tanultam, tehát ez fontos dolog. Azt gondolom, hogy Kisteleken is ez egyébként folytatódni fog a két atya által, illetve ezeket a imaesteket sem én egyedül szerveztem. Tehát egy nagyon jó közösségre leltem itt Kisteleken, aki támogatott engem, és osztozott ebben a vízióban, úgymond ebben a látásban, hogy erre szükség van, ezek kellenek, és biztos vagyok benne, hogy ezek valamilyen szinten folytatódni fognak. Nyilván, hogy az az én féle buzdításom, amit eddig hozzá tudtam tenni, az itt a helyszínen ez megváltozik most, viszont a lehetőségek ugye továbbra is adottak maradnak, úgy látom, és én pedig a római szintről, hát ugye hál' Istennek már van ez az internet, tehát tudok továbbra is úgymond lelki tartalmakkal szolgálni, live-okkal, vagy lehet, hogy majd látjátok, hogy ott Rómában épp valamilyen prédikációt tartok, vagy osztok meg egy zenés, úgymond kis pár percet az életemből, és ez ima életemből, szóval ez még folytatódik. Ha már internet, a közösségi oldalakon is rendkívül sokan köszöntek el tőled nagyon szép szavakkal. Hogy érezted, mennyire hatott ez meg téged, illetve a Kisteleken eltöltött időszak milyen pontja volt az életednek?
Az internetes búcsúzás az most így kimondott ahhoz kapcsolódott, hogy szeptember 1-től már hivatalosan is tanulmányi szabadságon vagyok. Még azért, amíg a repülő el nem indul, azért itt a térségben mozgok, költözök, még szervezünk egy lelki gyakorlatot így a hónap végén, illetve most lesz ugye, hogy a pápa jön, ide is megyünk föl, mintegy 40-en. A búcsúzás tehát még most olyan, ez amikor tudod, van az a királynak a története, hogy hozott is ajándékot a királylány, meg nem is hozott. Hogy most búcsúzok is egy kicsit, meg nem is még, mert elköszöntem hivatalosan, meg úgy az emberektől sokszor elköszönök, most a miséken is például, de azért még, ha meglátnak az utcán, még nem mentél el, még nem mentél el, még azért rászoktak erre kérdezni, de nagyon jól esik minden kedves szó, meg ilyenek is vannak, hogy na, még gyere el egy utolsót, beszélgessünk, kávézzünk, ebédeljünk egyet, még akarunk látni, meg ha visszajössz, akkor is mindenképp, tehát ez az embereknek a szeretete, ez most különösen is érződik ebben az időszakban. Másik kérdés pedig ugye Kisteleken eltöltött időszak, ugye minden egyes, ugye itt volt körülbelül még rajta kívül 8 település is, ahova jártunk rendszeresen, amiket mi elláttunk, és így fokozottan azt tudom mondani, hogy számomra ez egy olyan időszak volt, amikor én is, magam is sokat tudtam tanulni, mert nyilván 5 évig készültem a papságra, itt meg aztán akcióba lendültem, és nagyon sok tapasztalatot szereztem, mindegyikből tanultam, akár a pozitívból, negatívból is, jó barátokra leltem, nagyon hálás vagyok az összes településnek, az összes embernek, aki felé tudtam menni. Mindenkihez köt egy jó emlék, tehát most azt hiszem ez egy ilyen hosszú interjú lenne, ha mindenkit felsorolnék, hogy Csengelétől kezdve a másik végekig, Tömörkényig, meg Csanytelekig, az összes településen kihez miköt. De ezeket próbálom így a miséken mondani, hogy hát ezt az egyházközséget ezért szerettem, ezért volt jó járni, mert valahogy mindegyiknek meg volt a külön íze, mint ahogy az ételek is, hogy különféle ízük van. Minden egyházközségben valahogy más volt misézni, máshogy reagáltak az emberek, másért szerettük. És ez az egész sok emberek, ezek biztos, ez a nagy közösség, ez a térség, ez mindenképpen sajátom lett így a 3 év alatt, nagyon befogadva éreztem magam, és azt gondolom, hogy az első pár hónapban a Rómában majd csak nézem, hogy na hát, hiányoznak az emberek, de aztán majd ott is beillaszkodok. Meddig fogsz ott maradni, illetve terveid szerint mit fogsz csinálni, például a zenét, azt viszed magaddal? Igen, ez terveim közt ott van, hogy akár ott lesz a gitárom is, már megvan rá a csomagjegy vásárolva, tehát ez már valószínűleg ott lesz. A római időszak az teljesen a püspök atyától függ, mert ő az, aki számunkra ezeket az időszakokat tervezi, és ő látja azt, hogy az egyházmegyében majd mikor kell újra visszajönni, vagy mikor kell újból elkezdeni itt lelkipásztori szolgálatot végezni, mert ez végül is tanulmányi időszak, nem kifejezetten lelkipásztori idő. Azt, hogy a római idő az minimum 2 évig tart, tehát egy alapvető római diploma, az úgynevezett licenciátus, az 2 évig szokott tartani, utána még van lehetőség doktorálni, majd látjuk, én ebbe szabad vagyok, tehát ugye úgy kezdtük a papságot is, hogy amint mondtam, hogy ha Gyula, Gyula, ha Békés Csaba, Békés Csaba, ha Kistelek, Kistelek, tehát elfogadtuk, amit adott a püspök atya, így is vagyunk továbbra is, hogy elfogadjuk, ami jönni fog, és mindig azt a pillanatot, amiben éppen vagyunk, azt próbáljuk a legjobban megélni, azt próbálom én is, hogy nem hátra tekintek, nem is annyira előre, hanem hogy ahol éppen vagyok, ott tanuljam meg azt jól érezni magam, és a Jóistenre ráhangolódni, hogy ő ott abban a pillanatban mit szeretne tőlem. A római utad után, amit ugye nem tudjuk, hogy meddig tart még, előfordult-e még, hogy a Kisteleki Egyházközség lakói találkozzanak még majd veled? Azt gondolom, hogy erre lesz lehetőség. Kicsit olyan ez a tanulás, mint az Erasmus, hogy vannak szünetek, manapság már az ember fölpattan a repülőre, és 2 óra alatt úgymond már Budapesten is tudunk lenni. Néha hosszabb az út talán Budapestről Kistelekig, mint Budapestről Rómába, úgymond a repülő összességében.
így aztán előfordulhatok itt a téli szünetben, nyári szünetekben. Szükség is van, hiszen végső soron 8 településben kell ellátniuk feladatot Imre atyának és Brandon atyának. Ezért jól fog jönni nyáron nekik is, ha jön egy plusz ember, és akkor ők el tudnak menni szabadságra, vagy kikapcsolódni. Tehát erre vannak terveim, ilyen irányúak, és akkor természetesen még megfordulok itt, de alapvetően hosszú távon nyilván ritkábban. Tehát ezek a szünetek, mint ahogy mondtam is. Búcsúzó, kik azok, akik találkozhatnék még személyesen esetleg? Az a személyes elköszönés, ez a legutolsók lesznek így a pap testvérek, mert ők még itt élvezik a társaságomat egy hónapig, de tőlük mindenképp jó volt együtt velük szolgálni, az ő stílusukat megismerni, sokat tanultam tőlük. Illetve az ifjúsági közösségektől, a hittanosaimtól, ők nagyon a szívemhez nőttek, akikkel együtt csináltuk az imákat, meg a hittanórákat, a minisztráns reppet is természetesen. Tehát ők nagyon fognak hiányozni, hogy ilyenekben együttműködjenek és segítsenek. Illetve mindazoktól, akik itt megismertek engem, tiszteltek, szerettek. Tehát elbúcsúzok, de el nem köszönök teljesen végleg. Most csak egy ideig búcsúzunk. Díszmadár kiállítást szerveztek Szegeden. A rendezvény egyik szervezőjét, Bencsik Dominik, kistereki madártenyésztőt kérdeztük a rendezvényről. Az 53. díszmadár kiállítást rendezik meg Szegeden, a Gábor Dénes szakközépiskolában vendégünk Bencsik Dominik, köszöntelek. Te ugye egy kisteleki madártenyésztő vagy, és egyben szervező is. Mit lehet tudni erről a rendezvényről? Most már 53. alkalommal rendezzük meg Szegeden a Gábor Dénes szakközépiskolában a nemzetközi díszmadár kiállítást. Sajnos az előző évekhez hol a koronavírus járvány miatt, hol madárinfluenza járvány miatt, hol haláleset miatt sajnos elmaradtak a rendezvények, de ez most már az 53. alkalom, amikor sikeresen meg tudjuk rendezni. A rendezvényen általában a Szeged és környéki kiállítók vesznek részt. Jelenleg 26 kiállítónk jött el erre az adott programra. Itt az ország másik pontjáról, tehát van Szombathelyről is kiállítónk, ezen kívül gyárról is érkeztek hozzánk vendégek, sőt, elérkezett hozzánk a Magyar Díszmadártenyésztői Egyesület elnöke Hamza Zoltán személyében madarakat is állít ki a kiállításunkon. A kiállításon meg lehet tekinteni egzotikus galambokat, fűrféléket, papagáj pinyféléket, sőt, szakvezetéseket is fogunk tartani, ahol a látogató többet tudhat meg majd az adott madarakról, mint a maga az információs lapokon, mint ami kint lenne. Ugye itt láthatjuk ugye a kanárifélékeket, itt színkanárikat mutatunk be, ugye elsősorban mindenki ugye a dallamáról ismeri, ugye a különböző színezetéről, ugye a leggyakoribb a sárga, piros, fehér, de azért itt a kiállításon tenyésztők megmutatják azt, hogy vannak különlegesebb színekben, tehát megjelennek adott zöld, fekete tarka mutációkban, sőt már kobalt szín mutációban léteznek ugye kanárik. Sajnos azt ide nem tudtunk szerezni, egyik ismerősünknek van csak az egyesületen belül, de az jelenleg költésben van, úgyhogy nem tudta elhozni ezt az adott madarat, így ez kimaradt. De itt is láthatóak ugye a piros mozaik kanárik mellette, ezek mellett még ugye megmutatkoznak maga az alapszínben a sárga, ugye a legtöbb mindig ez mutatkozik ki, sőt különböző színkombinációkban az árnyalatok nagyon jól kiütköznek, a festett topáz kanárik megmutatkoznak, mellette láthatók az adott kontyos mutációk lesznek, amelyek ugye egy adott toll változás mutatkozik be a madár fején. Egy vagy két helyen ez változó, attól is függ, hogy milyen géneket örökölt ugye a szülőktől. Ugye itt látható, ezen a soron láthatóak ugye az ausztrál papagájok, ugye a pennant papagájokkal indulunk, utána jönnek az énekes papagájok, azok is már ugye egyre több színben mutatkoznak, meg már elterjedtek ugye a pirosak, mellette ugye kékek is léteznek, de ezek mellett megmutatkozunk kecske papagájokat, amelyek ugye a hangjukról kapták a nevüket, egy ilyen birkaszerű hangot adnak ki, ezért kaptak kecske papagáj nevet. Mellette még ugye a rozellák megmutatkoznak, ugye mind lapos farkúak közé tartoznak, ők is nagyon sok színben láthatóak, ezen kívül még ugye különböző nemben, ivarban vannak, ugye a mutációkat is próbáljuk bemutatni, de sajnos itt sem tudtunk minden mutációt beszerezni. Kiket várnak a szervezők erre a kiállításra, mind kiállítói, mind szervezői oldalról? Elsősorban ugye a fiatalokra számítunk, ugyanis szeretnénk, hogy legyen utánpótlás és érdeklődés mutassanak ugye a madarak iránt, de ennek ellenére nagyon sok a nyugdíjas korosztály is, akik eljönnek unokástól, mert jó családi program, ugye elsősorban azért szervezzük ugye az augusztus 20-ai időintervallumra, mert ilyenkor ugye az emberek szabadabbak, és abba bízunk, hogy itt a hosszú hétvége kapcsán azért többen jönnének, és általában az eddigi tapasztalatok alapján jönnek is. Az idei évben
Tavaly már felajánlottunk 500 jegyet, idei évben pedig 1500 ingyen belépőt ajánlottunk fel a véradók részére, akik most már 4 hete kapják ezeket a jegyeket. Most az 1500 jegy elfogyott, tehát a héten ezt már nem tudják osztani, így abba bízunk, hogy azért az 1500-ból is elég sokan eljönnek a tavalyi arányhoz viszonyítva. Én bízok benne, hogy egy 4-500 ember minimum eljön ebből az adott kiadott jegyekből. Ugye itt láthatóak ugye a Jákó papagájok, amelyek ugye nagyon híresek már a világ több szempontján is. Ugye kimondottan veszélyeztetett faj, ugyanis legtöbben befogják a vadmadarakat, és ezeket árusítják, ugyanis az ő értelmi szintjük egy 4-5 éves gyerekét éri el, és éppen ezért ugye nagyon kedvelt házi kedvencé vált. Ezek mellett ugye a Sándor papagájok láthatóak, ugye különböző mutációkat, fiatal ivarérett példányok is bemutatásra kerülnek. Ugye látható, és főleg a Sándor papagájokon, akik kimondottan szelidek, hogy gyűrűvel vannak megjelölve. Éppen ebből adódóan tudjuk a madarak korát, ki volt a tenyésztő, így tudjuk a származását is, és így jól tudjuk őket azonosítani. Látható, hogy ezért elég sok, sőt a legtöbb Sándor papagájból van ugye a kiállításon. Ők ugye nagyon kedvelt tenyészmadarak, mert nagyon sok színben találhatóak, és ugye látványos színek tudnak kiütközni, tehát például egy fehérfejű lila madár is tud a Sándor papagájoknál úgymond hasadni egy adott kombináció során. Ezek mellett még ugye láthatunk szakállas, nagy Sándor, Kína papagájokat, és ugye a sor végén ugye egy ausztrál fajjal, a Hudit papagájjal zárjuk a sort. Viszonylag alacsonyan próbáljátok az árakat, a belépőt is tartani. Mit lehet erről tudni, mire számítson egy család, hogy eljön hozzátok? Ugye alapjáraton nem az a célunk, hogy itt hű de jól meggazdagodjunk ebből a kiállításból. Nekünk nem az a lényeg, hogy igazából bevételünk legyen. Elsősorban ez is szempont, de nem ez az elsődleges, ugyanis az Egyesület csak a belépőjegyek árából tartja fönn magát. Ugye nekünk, ami lényeg jelen esetben az, hogy ugye a maga a bíró eljön, a bíró konkrétan a holnapi nap folyamán fog eljönni, eljön, és ő lebírálja az összes madarat, a madarak pont számot kapnak, és ez alapján ugye helyezésre kerülnek. Tehát mi ugye nem kézilabda meccsen mérettetjük meg magunkat, hanem ugye nekünk így van lehetőségünk eldönteni, hogy a madarunk jó vagy nem jó. És éppen nekünk ez volna az elsődleges, hogy a madarakról tudjunk meg többet, ne a pénz legyen a fontos. A leglátványosabb pontja a kiállításunknak ugye minden évben az arapapagájröbde, jelenleg az araröbdénkben egy kék-sárga arapapagáj pár látható, amely ugye az elnökünk tulajdonát képezi. Ugye ezek a madarak kimondottan fokozottan veszélyeztetett faj a természetben, ugye ők gyümölcsöt, magokat esznek, agyagot esznek azért, hogy az emésztésük jobb legyen. Leglátványosabb, leghangosabb madarak, akár a hangjuk kilométerekre elhaladszik, akár egy szélcsendesebb időben, éppen ezért nem olyan kedvelt házi kedvencek, mert nagyon hangosak és ilyen rikácsoló hangjuk van, úgyhogy nem a legkedvesebb szomszédbarát madarak, de ennek ellenére még azért így is egyre többen tenyésztik, egyre többen tartják. Viszont ugye az ő értelmi szintjük is kimondottan magas, tehát ők is elérik a 4-5 éves gyereket akár. Éppen ezért kimondottan fontos az, hogy ne egyedül tartsuk őket, mert ha egyedül vannak tartva, akkor akár megképesek a saját tollazatukat úgy megtépni, hogy akár a röpképességüket is elveszíthetik. Egy madártenyésztőnek mit ad egy ilyen kiállítás? Ugye nekünk számomra, ugye elsősorban erről tudok nyilatkozni, ezért egy nagy lendületet ad, tehát tényleg hónapok óta erre készülünk, hogy most idén kiállítás. Sok nyüggel jár, ezt azért alá kell írnom, tehát tényleg itt az engedélyeztetések, ugye főleg így, hogy a madárinfluenza megint sajnos ugye szóba mutatkozik és kezd megjelenni, de azért nagy lendületet ad az embernek az, hogy úristen, megmérettetem magam, láthatom a többit, láthatom a tenyésztőket, láthatom más tenyésztők eredményét, és ugye ide mindenki a saját madarát hozza el, tehát senki nem vett madarathoz, mindenki a sajátját tudja elhozni, és mindenki ugye a sajátjával versenyzik. Éppen ezért egy nagy lendületet ad egy kicsit azért a versenyszellem, plusz az, hogy tanulunk. Tehát én is itt vagyok, jó, 15 éve tartok madarakat, most már eljutottam arra a szintre, hogy megvan a kellő rutinom, megvan a kellő tapasztalatom, de még vannak az Egyesületen belül olyan idősebb, akár 70 feletti tagok, akik még mindig tudnak nekem újat mondani, és még mindig tanulni lehet tőlük. Tehát ez a szakma tipikusan az, mikor tanulsz egy életen át, és erre egy kiállítás nagyon jó alkalom. Ugye itt láthatjuk a dél-amerikai, és ezek mellett még ugye ausztrál nagyobb madarakat. Ugye a dél-amerikai madarakból kiindulva itt is különböző alfajokat próbálunk bemutatni. Ugye itt láthatóak Maximilian bronzszárnyú papagájok. Ezek mellett ugye majd a kakadukat fogjuk látni, ugye itt van kakadunk például ugye kókusz, aki szelíd, úgyhogy ha valaki látogatók közül találkozik szelíd madár, azért jobb, ha nem nyúl be, mert attól, hogy nem ismeri, a madár őt meg is csípheti, mellette ugye a rózsás kakadóak láthatók, de ezek mellett mutatunk még be ugye ausztrál fajokat, ugye az ausztrál fajok az egyik legszínesebbek és a leggyakoribbak a világon, mellette ugye a galléros papagájok, ugye itt vannak például a lágyevő lórik, akik ugye ilyen pépet fogyasztanak, mert ők a természetben csak és kizárólag gyümölcsön élnek. Aki esetleg erről a kiállításról lemaradt a jövőben, mikor tudja ezt megtekinteni? Ugye rendszerint ez az augusztus 20-ás hétvégét szoktuk célnak meglőni,
Jövőre is szeretnénk ugyanígy egy 4 napos kiállítást augusztus 20-ával szervezni. Valószínűleg ugye ez az augusztus 19-től 22-23-ig, ugye attól függ, hogy az iskolával is hogy tudunk megegyezni, valamint ugye, hogy mit hoz a koronavírus járvány, vagy bármilyen egyéb program, vagy bármi ütközés esetleg, ha volna, ettől függ, de általában ez az augusztus 20-as időtartamban látogatható lesz. Az egzotikus pinyfélék sorában láthatjuk, hogy a rizspintyekkel kezdődik a sor, ami szintén egy kis telki tenyésztő tulajdonát képezik. Ugye itt is a különböző színmutációk bemutatására is próbáltunk törekedni. Mellette fokozatosan haladva a japán sirályka pintyeket láthatjuk, amely ugyanegy ez első háziasított fajta, viszont mai napig nem jöttek rá a génföltárásokból sem, hogy milyen ősökből tenyészthették ki. Ugye ezek mellett láthatjuk ugye a kiskubapintyet, a kiskubapinty mellett folyamatosan haladva a szalagpintyeket láthatjuk, rácsos asztriod is látható ugye még az egzotikus részen, ezek mellett még a tűzpinty is bemutatkozik, ugye egy tojót sikerült szereznünk, ugye ő is egy fokozottan veszélyeztetett faj, egyre több a befogás a természetben, már csak körülbelül 1500-2000 darab él belőle, mellette ugye a guldamandina látható, amely ugye az egyik legszínesebb madár, és ugye mivel a színe nagyon kedvelt, éppen ezért ugye egyre többen próbálják tartani. Ezen kívül még ugye szintén láthatunk japán sirálykákat, nyársfarkú amandinákat láthatunk, ezüstcsőrű pintyek megmutatkoznak, amely egy afrikai fajta, de hazánkban már szabadon képes életben maradni, ha enyhébb telek vannak. Mellette láthatóak gyémántpintyek, apácapintyet láthatunk, ezek kívül ugye vörösfejű amandinát, ugye itt például éppen a vörösfejű amandina tojó alszik, ugye itt látható mellette a cerezamandina, szintén ezüstcsőrű pintyeket látunk, a vörösfejű amandina a hím, és ugye a sor végén a háromszínű papagáj amandina látszik. Sajnos egymaga van, mert a párja sajnos elpusztult, és nagyon keressük neki a párt, de még nem találtuk meg.